Milyen beruházások valósultak meg az ötös számú iskolában? Az iskola felújítási programunk keretén belül a most aktuális állomás az ötös iskola tornatermének a felújítása. Átfogó felújításon átadása óta az épület még nem esett át, ezért már nagyon esedékes volt a felújítása, az összes nyílászáró kicserélésre került, a homlokzati hőszigetelés, vakolás és színezés is megtörtént, és belül is több elemnek a felújítása és kicserélésére sor került. Ez egy 61 millió forintos beruházás volt a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával, ami az önkormányzatunk 18 millió forint önerőt biztosított, hiszen bár az iskolának a fenntartója a gyulai tankerület, a gyulaváros önkormányzat az épület tulajdonosa, és gyulai gyerekek járnak az iskolába, gyulai tanárok tanítanak, ezért a jógazda gondosságával igyekszünk intézményeinkhez felújításához a forrás biztosítani. Az iskolában két nagy beruházás, pontosabban szóval egy nagy, meg egy kisebb beruházás történt az elmúlt időszakban, elsősorban a sport feltételeinek javítása érdekében. Megújult több mint 60 millió forint értékben a tornatermünk, kicserélésre kerültek a nyílászárók, kapott egy külső homlokzati hőszigetelést, a kiszolgáló helyiséget új burkolatot kaptak, és hát egyéb apró munkálatokra is sor került. 250 négyzetméter rekordtán került szakszerű elhelyezésre az iskola udvarán. Ezt a Magyar Olimpiai Bizottság, a Gyulaváros önkormányzata, a Gyulasport, illetve a Gyulai Tankerületi Központ támogatásával valósíthattuk meg. Ez egy 4.700.000 forint értékű beruházás volt. Hány gyerek tanul az iskolában? Jelen pillanatban pontosan 288 tanulónk van, és mind a 288 tanuló és 32 pedagógus nagyon örül ennek a változásnak.